135 éves a felújított kapuvári pácai Pál általános iskola. A jubileum ünnepséget május 31-én pénteken rendezik meg a Rábóközi Művelődési Központban, majd a meghívott vendégek jelenlétében hivatalosan is átadják a nemrégiben megszépült intézményt. Május végén lesz iskolánk pácai iskolának, tehát a központi épületnek a 135 éves évfordulója. Ennek tiszteletére 2019. május 31-én lesz egy ilyen jubileumi műsor a művelési házban, délután 3 órakor, és utána pedig átjövünk, és a felújított iskolának a hivatalos átadása is megtörténik, és utána egy ilyen kis kocintás, illetve a vendégek, akikkel kapcsolatban vagyunk, illetve iskolánk dolgozói, a pályázatban résztvevők, önkormányzat, tankerület, és minden olyan, aki az életünkben fontos, és partnerként szerepel, őket ilyenkor meghívjuk, és egy beszélgetés keretében kocintás formájában meg még átadjuk az új épületet is, vagyis a felújított iskolát is. Minden a helyére került, igazgató? Igen, minden a helyére került. Az utcarendezés, illetve az udvarrendezésnél még vannak hiányosságaink, amelyek abból adódnak, hogy szerencsére az út is épül és szépül itt előttünk, és az iskolánk előtt vannak ilyen csomópontok, ahol a betont, illetve az útépítésre szükséges anyagokat lerakják. Emiatt egy picit kötve van a kezünk, de az útépítők azt ígérték, hogy ők hamarosan végeznek itt, és akkor rendezhetjük az utcát is, hogy az is méltó legyen az iskola épületéhez. Ugye a beiskolázásra kapcsolatban annyit, hogy ugye most már nagyjából megérkeztek az eredmények, tehát kit hol vettek fel, van-e már valami friss információ, hogy a nyolcadikasok hol folytatják 2019. szeptemberétől? Valójában minden évben izgalom ez a beiskolázás, és nagyon várják a gyerekek, mikor jönnek a borítékok. Ezek a borítékok valóban megérkeztek a szülőknek is, illetve az iskoláknak is. Szerencsére minden tanulónk bekerült valamelyik oktatási intézménybe, középiskolába. Az arányok azok elég reálisan választanak a gyerekek iskolát már. Tehát törekszenek arra, hogy a képességekre megfelelően választák az iskolát, és a tanulók közel 90%-a bekerült az első helyre, amit megcélzott. A többi tanuló pedig a második, illetve nagyon minimális volt, aki a harmadik helyre került csak be, de természetesen még van lehetőség a szülőnek fellebbezni az iskolához, és emiatt még változhatnak, tehát a helyekezét, és nem szeretnék statisztikát mondani, hogy hányan kerültek be gimnáziumba, szakgimnáziumba, szakközépiskolákba, illetve szakiskolákba. Természetesen, amikor a gyerekek elballagnak, illetve hát elbúcsúztatják a tanévet, jön a nyár, arra készül az iskola is. Azt megszoktuk, hogy Kapuvára nagyon sok tábort szerveznek, illetve minden hétre van különböző esemény, de az iskola is kínál lehetőséget. Valóban így van. Az Erzsébet tábor pár éve indult el. Először csak a művelési ház kezdte. Rendkívül jók ezek a táborok egyébként. A művelési ház meg profi szinten tudja csinálni az Erzsébet táborokat, és nagyon sok gyerekünk jelentkezik, tehát amikor a helyeket kiadják jelentkezni, lehet rá pillanatok alatt elfogynak a helyek, de egyébként egész nyáron megoldja, mint a művelési ház, mint a nyitott kapuvár, tehát hogy mindenki segítkezik abban, hogy a gyerekek, a szülőknek a gyerekek elhelyezés ne okozom gondot. Illetve tavalyi évtől már a tankeret is belépett olyan területen, hogy pályázatot nyertek. A pályázat útján tudják biztosítani, hogy a tanítási idő, mikor lezárul 15-én, az utolsó két hét júniusban az iskolák tudjanak táborokat szervezni. Ez tavaly is jól sikerült már, illetve az idejében is minden iskolában lesznek táborok. Ez reggel 8-tól délután 4-ig felügyelet alatt vannak a gyerekek, étkezést kapnak, illetve kirándulásokon és egyéb programokon vesznek részt. Nem is hinni ezt az, aki nincs benne ezekben az Erzsébet táborokban, hogy ezek mennyire precízen kidolgozott táborok, mennyire olcsók, szinte ingyenes a szülőnek, és egész nap jó helyen van a gyerek. A gyerekek is élvezik, tehát nem egy ilyen iskolához kötött, hogy unatkoznának, vagy azt mondanák, hogy vége a tanévnek és ismét iskola van, hanem ez egy teljesen felszabadult környezetben, nagyon szép helyekre juthatnak el a gyerekek, és ilyen Erzsébet tábor nem csak a tanév végén van, illetve nyáron, hanem már tanév közben is lehet Zánkára, illetve Fonyódra szervezni. A Széchenyi iskola pár évvel ezelőtt volt már egyszer ilyen Erzsébet táboron, az idejében is pályáztak, és egy június elején 3 napra fognak eljutni Zánkára, ahol a tanítási órákat egy picit másféleképpen az zánkai volt régi úttörőváros területére, már felújított táborba, amit szintén Erzsébet tábor keretében vehetnek részt a gyerekek. Szükség van a táborokra, hiszen a szülők dolgoznak, ilyenkor jó, hogyha a gyermek felügyelet alatt van, és tartalmasan tölti el mindezt. Pedagógusként hogy látja? Tehát tényleg jól működik, illetve szükség van ezekre a táborokra? Valóban szükség van a táborokra.
Azok az emberek, akiknél van nagymama vagy nagypapa, akire nyáron is számíthatnak a szülők, azok talán nem is érzik annyira. De azok a szülők, akiknél a nagyszülők már idősebbek, vagy éppen nincsenek, vagy nem itt laknak a környékükön, tehát hogy a maga a gyerekek felügyelete nem megoldott, és ennyi szabadsága nincs a szülőknek, hogy egész nyáron kitartson, azoknak dupla öröm. Egyszer az, hogy a gyereket jó helyen tudja, és biztonságban, és gyerektársaikkal együtt pihennek, kikapcsolódnak és játszanak, máskodom meg, hát megoldja a felügyeletét is. Köszönöm, igazgató. Én is köszönöm.